A Tünet együttes produkciójával nyílt meg a Nyíregyházi Vasutas Művelődési Ház legújabb kiállítása. Belső utazások címszó alatt Hadászi Krisztina munkáit lehet megtekinteni. Az alkotó 3 évvel ezelőtt kezdett ezzel foglalkozni, de az első próbálkozásokból hamar komoly hobbi lett. Olyannyira, hogy hétfőtől ezeket a nagy közönség is láthatja egy kiállítás keretében. A mandalák bár elsősorban vászonra készülnek akril festékkel, akár bakelit lemezre vagy folyami kabicsokra is lehet alkotni. Van, ami 2-3 nap alatt készen van, plusz még ugye várni, hogy száradjon, meg a lakkozás, mondjuk az hamar megvan, mert ha sprayt használok, akkor az hamar megvan, de ha ecsettel, akkor ugye az egyértelmű, többet kell várni rá. Van, ami 1 hét, de azért attól több nem. De nem úgy kell elképzelni, hogy na most én leülök reggel, és akkor, mit tudom én, 3-4 óra hossza alatt megcsinálok egyet, nem. Ameddig bírja a szemem, addig csinálom így egyfolytában, akkor van egy kis pihenő, és akkor újra folytatom. A Vasutas Művház előszeretettel mutat be olyan művészeket és alkotásokat, amelyek egyébként nehezen jutnának a város és a megye lakóinak látóterébe. A kiállítások mellett azonban más programokkal is igyekeznek képviselni és átadni a kultúrát, sőt a komoly témák sem állnak távol a művelődési háztól. Szervezünk, illetve már megvalósítási szakasz elején járunk egy vasútbiztonsági előadássorozatot is. Ezt általános iskolások és kifejezetten középiskolások számára szeretnénk majd prezentálni, hiszen az elmúlt időszakban sajnos nagyon sok olyan vasúti baleset történt, ugye magas feszültségi áram vagy kábel megfogása után haláleset, égési sérülések, amelyek elkerülhetőek lettek volna, és itt nyíregyházi vasutasokkal összefogva előkészítettünk egy olyan 4 alkalomból álló előadássorozatot, amit most tavasszal, és majd ősszel is szeretnénk prezentálni az iskolásoknak, általános, illetve középiskolásoknak, és konkrét eseteket fogunk ezekben az előadásokban bemutatni, hogyan történik egy ilyen balesetnek a kivizsgálása, a kivizsgálás mit tár fel, milyen hiányosságokat, vagy milyen olyan körülményt, ami lehetővé tette, hogy fiatalok mondjuk mozdony tetejére másszanak fel. Hadászi Krisztina mandala kiállítása április 21-ig látható Nyíregyházán a Vasutas Művelődési Házban.